Országos kompetencia mérésen vettek részt ma az iskolák 6., 8. és 10. évfolyamos diákjai. Erről is lesz szó mai híradónkban, de előtte nézzük további híreinket röviden. QR-kódok kerültek ki ma a Városkondi és Fitness parkjaiban található eszközökre. Újra is nagy tempóban elkezdett megtelni az esküvői szolgáltatók naptára. És labdarúgó évfolyam bajnokságot tartanak a Református Általános Iskolában. A Városi Televízió szerdai híradóját látják. Jó estét kívánok! Országos kompetencia mérésen vettek részt ma az iskolák 6., 8. és 10. évfolyamos diákjai. A két feladatsor szövegértési és matematika feladatokat tartalmazott, és a diákok probléma megoldó készségeit mérte fel. A kompetencia mérést minden tanévben május utolsó szerdáján írják az évfolyamok. Az országos kompetenciamérés azzal a céllal jött létre, hogy fejlessze az iskolák és a pedagógusok értékelési mérési kultúráját. Az évente megtartott felmérés alkalmával matematikai és szövegértési feladatokat tartalmazó egységes teszteket töltenek ki a diákok. A tesztek azt mérik, hogy a fiatalok hogyan tudják alkalmazni az iskolában tanultakat, valódi problémák, helyzetek megoldásában. A gyerekek nem írhatják rá a nevüket, és közvetlen visszajelzést sem kapnak az eredményükről. Az egyes iskolák általában a következő tanév elején ismerik meg a felmérés eredményét, amely abban segíti őket, hogy az adott évfolyamokon mely kompetenciák működnek jól vagy kiválóan, és melyek azok a területek, amelyek még fejlesztésre szorulnak. A mérésben résztvevő diákok csak a feladatlapokkal foglalkoztak ezen a napon. Összesen 4 tesztet oldottak meg, amelyre egyenként 45 perc állt rendelkezésükre. Idén a diákok és szülők önkéntes alapon kitölthettek egy 47 kérdésből álló kérdőívet is, amely a diákok szociális hátteréről és az eddigi iskolai eredményeiről, tapasztalatairól tesz fel kérdéseket azzal a céllal, hogy feltárhassák a tanulók szociokulturális háttere és a mért teljesítmény közti összefüggéseket. QR-kódok kerültek ki ma a Városkondi és Fitness parkjaiban található eszközökre. A kódokat beolvasva olyan videók láthatók, amelyek ötletet, segítséget adnak használatukhoz. A Város 3 szabadtéri edzőparkját egyébként a tapasztalatok szerint szívesen és egyre többen látogatják. Ma délután a Gubodi kertben is látható volt, a legfiatalabbak is szívesen veszik időről időre birtokba a szabadtéri kondiparkot. Ők ilyen látványos módon hasznosítják az eszközöket. Ha pedig a most felkerült QR-kódokat leolvassák, akkor ahhoz is ötleteket kaphatnak, hogyan lehet klasszikusabb testedzésre használni. A szabadtéri kondi és fitnessparkok száma folyamatosan gyarapodott az elmúlt években, ideje volt már tehát egy újabb fejlesztésnek is. És persze az eszközök népszerűsítése is folyamatos és fontos feladat, mondta a város sportkoordinátora. Tavaly éve fölmértük egy online felmérés, hogy mennyire használják, mennyire ismerik ezt a lakosság részéről. Egész sokan egyébként, és egész sokan használják is, de szeretnénk ezt tovább népszerűsíteni, és ezt a lehetőséget használtuk most ki, hogy van egy ilyen street workoutos csapat, akik nagyon profik ezeken a közösségi konditermeknek, fitnessparkoknak a használatában, különböző trükköket is tudnak akár bemutatni rajta, és velük kötöttünk egy megállapodást, aminek a keretében matricákat készítettek, amiket most helyezünk ki a Vörösmarty téren, majd itt a Gubodi parkban, valamint a Budaújúti fürdő melletti kondiparknál, magukra az eszközökre. A matricákon tehát egy QR-kód található. Ezt beolvasva láthatók a videók, amelyeken hozzáértő sportemberek gyakorlatokat mutatnak be. De azt is megmutatják, milyen bemelegítő, illetve nyújtó gyakorlatok szükségesek az eszközök használatához. A tapasztalat az, hogy ezeknek az eszközöknek a kihasználtságát elég nehéz mérni. Ezt a felmérésünket 500-an töltötték ki, amit tavaly kiadtunk, és amire megadtak a válaszok. Ott olyan 47% körüli volt azoknak az aránya, akik már használták valamelyik kondiparkot. Arra is kíváncsiak, hogy tudják, hogy mennyi van a városban, és ott azért még látszott, hogy nem mindenki tudja, hogy például van 3, úgyhogy azért mindenképpen ez egy fejlesztendő terület, de például a Budaújúti fürdő mellett, hogyha valaki kimegy futni, vagy kutyát sétáltatni, vagy babakocsit tolni, vagy csak sétálni, azt látja, hogy ott például ott rendszeresen vannak. A Gubodi kertben is sűrűn látni az eszközöket használó fiatalokat és idősebbeket is. Ők tehát most már a QR-kódoknak köszönhetően akár videók segítségével is edzhetnek.
Újra és nagy tempóban elkezdett megtelni az esküvői szolgáltatók naptára. Az enyhítéseknek köszönhetően ugyan sokszor az utolsó pillanatban, de beindult az idei lakodalmak, szertartások szervezése. Van, aki már másfél éve tűz ki újabb és újabb dátumot. Nem volt könnyű az elmúlt időszak az esküvői szolgáltatók számára sem, hiszen a járványügyi intézkedések szigorú szabályokhoz kötötték az esküvőket. A korlátozások nem tették lehetővé a lakodalmakat, így sok pár inkább a ceremónia elhalasztása mellett döntött. Azt mondhatjuk, hogy most már másfél éve tart ez a pandémiás időszak, és ebből 2,5 hónap volt, amíg üzleti vállalkozásként tudtunk működni. Nagyon kevés és elenyésző volt az az esküvő, aki azt vállalta, hogy 10 fővel elmennek, és megesküdnek, és egy ebéd vagy egy vacsorával ezt rövidre zárják. Mindenki megpróbálta átrakni, csak aki tavaly tavasszal átrakta őszre ismét, ez történt, hogy beszorított a kormány, majd átrakta tavaszra. A korlátozások feloldását kicsit hamarabbra várták, ezért rengetegen májusi esküvőt terveztek, mondta Héja János. A kormány azonban csak a pünkösdi hétvégét követően az 5 millió beoltott elérése után tette lehetővé a lakodalmakat 200 fő részvételével. Most mindenki egy kicsikét próbál kapkodni, akinek még nem volt időpontja, próbálja elintézni, és hogyha helyszínt talál, akkor szerintem megoldódott a történet neki, mert akkor mindent el fog tudni intézni. Ruhát talál magának, dekorációban mindent, esetleg a család elintézi. Tehát ha helyszín van, akkor szerintem minden rendben van, és el tudják intézni. Nézzük szét, hogy milyen fazont szeretnél. Igen, mindenképp egy kis finom ávonalú ruhában gondolkodom. A tapasztalat az, hogy a menyasszonyoknak nagyon sok esetben most az átlagosnál is stresszesebb a készülődés, hiszen valakinek többször is meg kellett változtatni a nagy nap időpontját. Kittiéknél azonban egyelőre minden a tervek szerint alakul. Mi szerencsésnek mondhatjuk magunkat, mivel nekünk augusztus 14-e a kitűzött időpontunk, és eddig nekünk semmilyen korlátozások miatt nem kellett átvariálnunk az esküvőnket, illetve a lakodalmunkat, úgyhogy egyelőre mi az eltervezettek alapján, amit megálmodtunk, megterveztünk, az alapján készülünk. A ruhaválasztás nagyon egyszerűen ment, hiszen Kittinek határozott elképzelései voltak arról, hogyan is szeretne kinézni a nagy napon. Igen, nagyon sokan választják a praktikusságot, a kényelmet, ezek fontos. Inkább a szempont. Hosszú évekig a nagy abroncsos hercegnői ruhák voltak a divatosak, idén azonban már a letisztult alsó szoknya nélküli ruhákat kedvelik jobban a menyasszonyok. Előtérbe kerültek a szatén szoknyák, az pedig, hogy mennyire csillog a kiválasztott ruha, az arák egyéniségétől függ, mondta a szalon tulajdonosa. Egy térségbeli lokálpatrióta közösség is csatlakozott az Önkéntesség Magyarországi évéhez. A Legyünk Kocsér Jó Gazdái nevű csoport jó példával jár elől, ezért is kaptak lehetőséget, hogy ők legyenek az országos programban a hét önkéntesei. Az évek óta működő csoport a környezetvédelemben épp úgy rendszeresen tevékenykedik, mint a gyerekeket, időseket vagy betegeket segítő programokkal. Legyen szó szemétszedésről, faluszépítésről, a gyerekeknek, családoknak és időseknek szervezett programokról, az országos konyhakert mozgalomban való részvételről, a Legyünk Kocsér Jó Gazdái nevű csoport példaértékű munkát végez. 7 évvel ezelőtt alakultak, céljuk, hogy segítsenek még szebbé tenni a község környezetét, és különböző programokkal értéket teremtsenek, erősítsék a közösségépítést. Az idei évet 11 hazai civil szervezet kezdeményezésére az Önkéntesség Magyarországi évének nyilvánították. A programmal a kormány is egyetért és támogatja. A Kocséri Lokálpatrióta csoport is csatlakozott, sőt, az a megtiszteltetés érte őket, hogy a hét önkéntesei lehettek. Megláttuk a felhívást, úgy gondoltuk, hogy megpróbáljuk, és szerencsére a program ötletgazdái, akik ezt életre hívták, úgy gondolták, hogy a mi munkánk is van annyira értékes és fontos, hogy egy héten keresztül mi lehessünk ennek a címnek a birtokosai, amit ezúton is nagyon szépen köszönünk. Nekünk, magánembereknek ez nagyon-nagyon sokat számít. A hét önkéntesei az ome2021.hu oldalon lehetőséget kapnak arra, hogy bemutatkozzanak. Mint Dávid Krisztina mondta, nagyon jó lehetőség, hogy ezáltal még többen megismerhetik azt az önkéntes munkát, amit évek óta végeznek, és persze Kocsér neve is jobban köztudatba kerül.
A cél, hogy a jó példa ragadós legyen, és az országban minél többen végezzenek értékteremtő önkéntes munkát. Legyen szó önkormányzatokról, vállalkozásokról, civil szervezetekről vagy magánszemélyekről. A tapasztalat szerint egyébként Magyarország lakosságának több mint harmada már végzett valamilyen önkéntes munkát. Labdarúgó évfolyam bajnokságot tartanak a Református Általános Iskolában. Ma 3 osztály mérkőzött meg, a 6. osztályos fiúk, holnap pedig a 7-esek rúgják majd a bőrt. Már nagyon hiányzott a gyerekeknek, hogy újra együtt sportolhassanak, illetve megmérettessék magukat különböző sporteseményeken. Jó alkalom erre a Református Általános Iskolában szervezett labdarúgó bajnokság is. Ma 6-osoknak lesz évfolyam bajnokság a labdarúgásból. Volt őszi forduló, és most jelen pillanatban fogjuk megtartani a tavaszi fordulót. Több sportágban is csinálunk évfolyam bajnokságot felső tagozaton, kézlabdából, labdarúgásból, és majd 7.-8. lányoknál majd kosárlabdából fogjuk megrendezni idén is tavasszal a tavaszi második fordulót. Ma 3 osztály mérkőzött meg, a 6. osztályos fiúk, tegnap az 5-esek, holnap pedig a 7. osztályosoké a pálya. A visszatérés nagy öröm volt az összes gyerek számára, és a játékukon sem látszik az otthon töltött idő. A játékban azt veszük észre, hogy nincsen semmi kiesés, a gyerekek ugyanúgy szeretik a labdát, ugyanúgy szeretnek játszani, ugyanúgy szeretik a csapatsportokat, úgyhogy nagy-nagy szeretettel, várakozással telve várják már ezeket a mérkőzéseket. A sport szeretetére való nevelés nagyon fontos a későbbi életükre nézve is, hangsúlyozta Némedi Zoltán. A versenyeken való küzdeni akarás is nagy hasznukra válik a későbbiekben. A fiatalok között sokan már évek óta fociznak. Bíró Marcell például már 7 éve focizik a CVSL-nél. A fiatal fiú arról is beszélt, miért kezdett el focizni. Megtetszett ez a sport. Sokan sportolnak. És mi az, ami a legjobban tetszik benne? Hát, hogy labdával játszanak. Marcell is nagy izgalommal várta már a mai napot. Maradjanak velünk, híradónk után háttér, majd Sporthíradó című műsorunkat láthatják. Ezek voltak legfrissebb híreink, híradóval legközelebb holnap várjuk Önöket, viszontlátásra!